Paulinka, ő trappol ma. Jó. Egy helybe! Az egy helybe az annyit jelent, hogy nagyon lassan. Jó van, édes mami! A talajt fi... Hú, ott meg a mentalis mögöttünk. Nagyon lassan, épp hogy kényelmesen a édes cicával. Ő a Paulinka Libling, egy szabiangó nagy kanca. Hát az anyjának a triplája már most. Ott van Mentike. Jó van. Paulinka keresi a Egerton barátnőjét. Jó van. Na, itt jön a két kis ciluka. Medál. Hopp, jó van. Nem, az ne kon... állj meg vele. Ne konkurossan, inkább fogd össze rendesen. Galoppossan, úgy. Medál és Liszama. Úgy, és szép lassan mehetsz. Erre a kézre is mehetsz, anyus. Úgy, de fogd össze galopposan, légy szíves. Ők azt szokták meg. És egyenest a fej, és nagyon lassan trappolj csak. Na, okossan. Tehát medál. És Lisza. Igen, itt trappol a másik ciluka, aztán lassan majd nyergelünk. Ez a nagyon lassan, ne engedd, hogy elguruljon, ilyen la-la-la, és akkor beteszi majd magát, ne aggódj. Jó van, édes mamika, finoman csak mindent. Azért mondom, hogy galoppos egy toldát a bal kézzel, a bal szárral, a jobb várra. Tehát a feje inkább kívül legyen, kifele, és szépen rád öltöd mindig a belső felére. Tehát azért nem mondok jobb vagy bal szárat, hanem mindig inkább így mondom, hogy belső felére. Akkor az már adott lesz, hogy... Érted? Az már adott lesz, hogy a belső felére. Tehát a külső szárral rövidítek, kijebb hozom a fejét, nagyon elgurulsz. Külső szár rövidebb, kicsit áttolod őt, jobb lapockára. Milyen szakszabakat mondok itt? Ezt lehet finoman is mondani. Nem, hogy nem mondtam koromban. Jó van. Fogadom a nyelvedre venni egy kis jégert, mi? Igen. Majd, ha megérdemled. De mondom, kicsim, lassíts vele. Engedj a jobb száron többet, a bal szárral meg játszogass. Már hülyeséget nem akarok, nem is kell rövidebbet venni, hanem játszogass a külső szárral, és... Hopp, hogy? Nekem töltesz cigit? Mindjárt nyergelünk. Nem te. Te ma jövő szerdától. Aha. Lovaglás.